Király Helmeci gimnázium diákjai idén harmadik alkalommal nyerték meg a World Robot Olimpiád szlovákiai döntőjét. Ez éven ismételten két kategóriában. Ez az eredmény már önmagában hatalmas siker, amely jelzi, hogy a tehetségekkel foglalkozni kell és lehetőségeket biztosítani számukra a megfelelő fejlődéshez. A múlt éven részt vettek a Dortmundi világbajnokságon, idén a Panamai döntőre készülnek. A Szlovákia legdélkeletibb térségében lévő tanintézmény 8 éve tanítja a robotépítést és robotprogramozást a tanulóinak. A hajókat kell szállítanunk, amikre konténereket kell fel és lepakolni. Az országos bajnokság feladat sorát mutatja a Robojz szenior csapat egyik tagja. A pálya egy kikötő és a nyílt tenger. A robotnak a feladatai között szerepelt az üzemanyagtankolás, a konténerek pakolása, illetve a robot végső pozícióba való állítása, ezért is pluszpont járt. Domonkost kiskora óta érdekli a robotépítés. Komolyabban 12 évesen kezdett vele foglalkozni. Ő a csapat mozgató Kapunk egy feladatot, és az minél jobban, gyorsabban meg kell hát oldanunk, hogy minél tökéletesebben működjön a robot. A felkészülés alatt a három fős csapatok a mentoruk segítségével közösen oldják meg a megadott feladatokat, kihívásokat. A World Robot Olimpiád egy 2004 óta megrendezett nemzetközi robotépítési és programozási verseny. A célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudomány, a technológia, a matematika és a mérnöki tárgyak iránt, és ösztönözze a jövő felfedezőit itt azért fogaskerekektől kezdve áttéteken át, össze kell kapcsolni különböző szenzorokat egy programozható téglával, tehát ez nagyon-nagyon komplex feladatsor, ez már komoly mérnöki munka, főleg amit már a szeniorok elvégeznek, és letettek az asztalra az éves World Robot Olimpiát 2023-as döntőjében, az, az, az már megkérdőjelezhetetlen. Ők pedig a gimnázium junior csapata a Rubikon. Ők is első helyezést értek el az országos versenyen, így a gimnáziumból mindkét csapat részt szeretne venni a Panamában megrendezésre kerülő döntőn, azaz a világbajnokságon. Már két éve foglalkozok ezzel. Múlt évben is világások vagy országások lettünk itt Szlovákien belül, és kiutattunk Németországba, Dortmundba. A, én a kisebb kategóriának, a juniornak vagyok a tagja és nagyon reméljük, hogy ez évben is ki tudunk jutni majd Panamába, mert az biztos, hogy egy óriási élmény lenne számunkra, és rengeteget tanulhatnánk. A panamai döntőt november 7-e és 9-e között tartják. A királyhelmeci diákok most támogatókat keresnek a nevezési díj és az úti költségeik fedezésére. A királyhelmeci gimnáziumban a robotépítést és annak programozását 8 évvel ezelőtt vezették be. Az informatika és programozás órákat így szerették volna színesebbé, kreatívabbá tenni és érzékenyíteni a diákokat a természettudományi tantárgyak felé.